Cső van, Brenor vagyok, és beszélgessünk egy kicsit a hüvelygombáról. Elképesztő hülye vagy. Bizony. Ez nem sértés akar lenni, csak tény megállapítás. Nem hiszi el. Senki sem hiszi el, hogy hülye, ezért hülyék is maradnak. Ne. Jó, jó, oké, felfogtam. Akkor mondjuk legyen a téma a Thermal Expansion kiegészítő mod, mint ahogy a nevéből is látjuk. Ezzel a moddal kerül bele a legtöbb olyan érc, amivel ténylegesen találkoztok is. Ugye van olyan Copper, Silver és hasonló ért, ami nem található meg a mapokon. Ez azért van így, mert Thermal expansion verziók vannak beépítve, ami Copper, Tin, Silver, Lead és Ferrous esetében működik. Ugye Ferrous az kizárólag ebben a modban van benne, de mondjuk Lead például van a, a, a neve, factorization -be is, és ha minden igaz, azt nem találunk benne, viszont van egy másik fajta silver ore, Ö, ő az, Jó, most itt hirtelen nem tudom, hogy melyik módban van, de vele egyáltalán nem találkozhattok, például. Körülbelül ennyit az értekről. A ferrous majd egy picit még visszatérünk, mert egy igen-igen fontos ért iridium gyártás szempontjából. Viszont először nézzük meg a gépeknek az alapjait, amit használni fogunk ehhez a modhoz. Az egyik alapja az a machine frame. Ehhez négy darab ironignot kell, egy gold, és négy darab üveg blokk, nem egy olyan hűde, nagy valami. Egy darab kell minden recepthez általában, úgyhogy nem is egy drága dolog. Ugyanez érvényes a pneumatik szervóra is, ebben is... Hát ez a, a machine frame helyett szoktuk azt hiszem használni egyes gépeknél. A mai videóban még nem fogjuk egyébként alkalmazni ennek a, ennek a használatát. Remélem a motornak a hangja tökéletesen behallatszódott a felvételben, a mindegy. Szóval ehhez kell két darab iron, két darab üveg és egy darab redstone, és majd ezt is egy kraftoláshoz fogjuk felhasználni. És akkor van háromféle koilunk. Az első, ez a Redstone Reception Coil, ez az egyszerűbb gépeknek az alapja. Két darab Redstone kell hozzá, és egy darab Gold Eignot. Ez kell a mai, mai, gépeinkhez, az összeshez majd. Emellett van egy Redstone Transmission Coil, ez ugyanaz, csak Silver van középen. És hogyha elektromot rakunk a közepére, akkor lesz Redstone Conductance Coil, remélem jól mondtam ki. Nagyon fontos összehasonlítás, egyes a recepteknél volt már belőle probléma, hogy játékosok kérdezték tőlem, hogy miért van letiltva, miért nem lehet lekraftolni. Nos, azért, mert nem mindegy, hogy elektromos vagy goldos verzió, ugye sárga-sárga, mint a coiloknál érdemes mindig rávinni az egeret a receptben, hogy ki is írja, hogy mi kell oda. Na már, most akkor nézzük az első gépünket. Igazából erről már készítettem egy videót, sőt, több gépről is készítettem már videót talán az utolsóról nem. Azért vettem most elő ezeket a gépeket, mert hogy most szeretném így egyrészt így, így ömleszteve fölvenni a, az információt róla, Másrészt a, a korábbi videók azok a FTB kezdőknek sorozatban volt benne, és szeretném, hogyha az FTB Ultimate sorozatban minden FTB Ultimate-es információ benne lenne. Zalól mondjuk kivételt képeznek a buildcraftos pipe -ok és engine de ebben most nem menjünk bele, hogy ez miért. Na, szóval pulverizer először, piston, machine frame, reston reception coil, két darab flint, két darab copper. Így kapunk egy ilyen faink kis pulverizert, amiben, hogyha belenézünk, azt látjuk, hogy van... Három fül a jobb oldalon, két fül a bal oldalon. A bal oldali felső fül az ilyen információs jellegű, ezt igazából én nem is szoktam foglalkozni vele, mert az ftb wiki a sokkal jobb információ forrás. Ugyanez érvényes a tutoriára is. Egyébként emjét uh, fogunk itt felhasználni, Minecraft zsúlt. Uh, vagy ki, minek hívja. Van egy áramtároló része, ez a csíkit, ez 4800 emjét képes eltárolni. Valószínű lesz majd valami bateris megoldás, amivel lehet tölteni, és annak van itt ez a slot. Egyelőre nem tudok, tehát nem találtam semmilyen információt arról, hogy ezt lehetne jelenleg használni bármire is. Emellett van egy bemeneti slotunk, amit a kék négyzet jelöl, ennek majd mindjárt jelentősége lesz. Van egy elsődleges kimeneti dupla slotunk, ami vörössel van jelölve, és van egy másodlagos kimeneti slotunk, ami sárgával van jelölve. Most ez azért fontos, mert hogyha megnézzük az oldalét, itt például egy kék van, itt például egy vörös van, és abba az irányba ő ki fogja dobni magából. Hogyha pipe-ot teszünk oda, akkor a pipe nem kell redstone Engine, nem kell gét, semmi nem kell rá. A gép az, az úgy működik, mint hogyha egy beépített Repton Engine vagy gét lenne benne, így automatikusan mehet a csőbe a cucc vagy közvetlen mellé rakunk még egy pulverizert, és akkor automatikusan átteszi a másikban. Persze, hogyha a csatlakozó oldalon a másiknak kék jelölés van. Ez ugye érvényes minden oldalára. És abban az esetben, hogyha szeretnénk ugyanazzal a csővel kiszedni az elsődleges slotból is a cuccot, és a másodlagosból is, abban az esetben nincs más dolgunk, mint hogy kikapcsoljuk a vöröset, kikapcsoljuk a sárgát, és csak egy narancssárgát hagyunk bekapcsolva, Ebben az esetben, uh, most hol lesz, nem jó helyem lesz, így, né? ebben az esetben itt lesz egy narancsárga, itt ki tudjuk szedni mind a kettőt. Miért fontos, hogy különálló ez a két slot? Nos, ez azért fontos, mert ha megnézzük a recepteket, a pulverizer egyrészt csinálja a sima macerátoros receptet, tehát cobblestone-ból szendet, uh, gravel ből flintet, uh, stone Cracked Stone és ugye a fontosabbak ez a órokból a cuccot belőle, valamint, ugye ahogy a macerátor is dolgozik, ha most találok, á, itt vannak az olyan receptek, ahogy a macerátor is dolgozik, a copper orból például csinál két copper és itt jön ki a pulverizernek egy nagyon-nagyon előnyös és fontos tulajdonsága, hogy például ez 10%-es a copper mellé ad gold dasztot is, és itt jön a fontos része a dolognak, ugyanis, hogyha mindjárt szerválok magamnak egy kis felrúszt, ha fogunk egy kis felrúszt ígyni, és ezt beletesszük egy pulverizerbe, ígyni, akkor ugye kapunk két nickel dustot, és emellett kapunk 10%-es platinum dustot, amiből pedig már iridiumot tudunk csinálni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon előnyös tulajdonsága ennek a kis szerkezetnek. Egyébként a pulverizer maximális áramfelvétele, ezt így elfelejtettem megemlíteni, 4 mj-pertig, ugye itt lehet ö, a, a lényeges információkat az energiáról megtekinteni, mennyi áramot használ éppen, ugye mivel nem működik, nem használ áramot, mennyi a maximális árammennyiség, amit tud használni, ez a 4 mj partig, és mennyi energia van eltárolva. Megkapcsoljuk a fejünk kis combustion engine és látjátok, szépen jön bele az mj. és hogyha belearakunk egy kis cuccot, akkor még nem történik semmi, mert hogy nincs elég energia. De jó, nagyon örülünk. Elvileg most már jó lesz. Így, né, így egy mj per ticket használ. Öm, azért használ csak ilyen keveset, mert alacsony az energiaszint. Hogyha furra lenne töltve az energiaszint, akkor használna 4 mj per ticket, és akkor dolgozna a leggyorsabban. Ugye minél több áramot használ, annál gyorsabban dolgozik. Körülbelül ennyiben le is lehet zárni ezt a kérdés témát. Emellett van egy redstone irányításos része. Pofon egyszerű az egész, hogy irányítjuk ezt a szerkezetet. Hogyha nem kap redstone -jelet, akkor működjön ez az alapeset. Ha kap -jelet, akkor működjön. Ebben az esetben most nem működik. Vagy egyszerűen kikapcsoljuk. Mondjuk ezt a részét nem igazán értem. Na mindegy. Ja igen, hogyha kapna Resto jelet, akkor valószínűleg kikapcsolna ezért így. Á, jó, oké. Okay. Emellett ugye van egy configuration rész, amit ugye az előbb mutattam, hogy hogy lehet beállítani a dolgokat rajta. Van két olyan szimbólum, ez az egyik, és ez a másik. Ez igazából ez a hasznos, mert hogy ez a, ez a teljesen üres, de a másikat is lehet arra esetre használni, hogy ne csatlakozzon rá a cső. Ugyanis öm, mind a kettő ugyanúgy működik, tehát semmit nem csinál. Fontos dolog, ugye ez a gépnek az eleje, gyakorlatilag ez az oldala, ez a bal oldala, ez a jobb oldala, ez a hátulja, ez az alja, és ez pedig a teteje. Ez minden egyes gépnél ugyanez a felépítés, figyelhető meg. Öm, és körülbelül ennyit a pulverizerről most így hirtelen. Következő delikvensünk a Powered Furnace. Ez 2400 mj-t képes eltárolni, és 2 mj per tick a maximális sebessége. Kraftolása, Machine Frame, Restore Reception Coil, Redstone, két Brick és két darab Copper Ignot a Powered fűrész lényegesen primitívebb dolog, mint a Pulverizer, ugyanis ennek van egy bemeneti és van egy kimeneti slotja, ez gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint egy sima mezei kemence, a különbség az, hogy ugye a kék bemeneti szloton bele tudunk küldeni dolgokat, a narancsárga kimeneti szloton, ugye kimeneti oldalon ki tudjuk szivatni belőle a dolgokat, pontosabban ő magának ki fogja oda dobni, chestbe, pályba, másik gaitbe, stb, 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 hogy rengeteg lehetőségünk van. ettől függetlenül ugyanúgy működik, mint egy, egy fűnész. Ugye tud azért gyorsabban is dolgozni persze nála, ugye minél több áram van ebben is, annál gyorsabban dolgozik. Alap esetben mondjuk felhasznál fél vagy emi egy emi per ticket, azt hiszem egy emje a minimum, és akkor utána a kettes szint jön talán. Ezt most így nagyon nem néztem meg. és körülbelül ennyi a power-ed mondja, egy sima mezei dolog, induction főnéssel sokkal többre megyünk egyébként. Sőt, később jön majd az automatik elfőnész, amiben majd pontosabban már itt van, ugye a gregtekes verzióban. Az egyetlen probléma az automatik elfőrnész, hogy még nem lehet upgrade-elni, de egy pont ötre re még nem tudom, a jelenleg kiadott 1.5-ös verzióban lévő greg még nem lehet, de az 1.6-osban szerintem már, amire ugye már kijön az Ultimate, abban már mindenképp lesz ilyen upgrade-elési slot, hogy bele tudjuk tenni. Na már most a következő delikvensünkhöz egy kis előkészületre van szükség. Az előkészület az nem más, mint az, hogy Invar Aignotot kell gyártanunk. Az egyik megoldás, ez a... Hát, költségesebb talán, vagy macerásabb, vagy nem is tudom, hogy minek neveznem. Kevésbé energiaigényes magyar adjunk, talán ennyiben. Ugyanis Iron dust mindenképp csinálunk, Nickel dust mindenképp csinálunk, ugye a ferrous lesz Nickel Dust, vagy Ferrous Dust. A Ferrous Dust, ez nagyon fontos dolog, a Ferrous Dust, Fair... nem, Ferrous Dust és a Nickel Dust, tökéletesen megegyező itemek, csak máshogy néznek ki és más az idéjük, de ugyanarra jó mindegyik, ami az egyik jó, jó a másik is. Ugyanez érvényes a Ferruszágnot és Nickel párosításra is. Ezért ahhoz, hogy invár tudjunk csinálni, ugye három invárdasztot kapunk, két Iron dust és egy Nickel Dustból. Iron Dustba használhatjuk mind a két típusú Iron dustot, valamint Pulverized Ferruszt is használhatunk Nickel dust helyett. A másik lehetőségünk, hogy Alloy készítjük el. Az egyik lehetőség, hogy Iron tesszünk teszünk bele kettőt, ez mind a két esetben megegyezik, és valamelyiket a kettő közül kell vagy Ferroz, teljesen lényegtelen. És így fog nekünk készülni, ha minden igaz, három darab ilyen vár Ignotunk. Ott is van. És ezután le tudjuk kraftolni az indukciós smeltert, amihez kell egy vödör, egy machine frame, egy Restore Reception coil, kettő darab invarágnot, kettő darab kopperágnot, és hogyha megvan az induction smelterünk, mit tudunk ezzel csinálni? Nos, az induction smelter azért egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, ugyanis egyrészt érteket, érteket? érteket lehet duplázni anélkül, hogy pulverizert- használnánk. Ez az egyik nagyon fontos tulajdonsága. A másik tulajdonsága, hogy még a pulverizer után is öm, lehet még egy gyercet készíteni belőle, erre mindjárt ki fogok térni részletesebben is. Először is információk: 4800 mm képes eltárolni az induction smelter a saját kis tárolójába. Ugye minél jobban fel van töltve, annál több áramot, vagy az annál gyorsabban dolgozik és 4 mj per a maximális sebessége. Emellett nagyon fontos információ, hogy picit több slottal mahinálunk, mint egy sima kemence esetében, vagy egy pulverizer esetében. Ez azért van, mert az induction smelterhez, amellett, hogy kell hozzá az áram, ami a hőt adja majd, kell még egy extra anyag is. Például ahhoz, hogy készítsünk kettő darab valamilyen ágnatot, ugye egyrészt szükségünk van valamilyen orra, mondjuk gold or. Emellett szükségünk van szendre. Szendre azért van szükségünk, mert a goldot beletesszük a lila slotba, ez a másodlagos bemeneti slot. Az elsődleges bemeneti slot az zöld, ahova a szent kerül. Vagy lehet egybe is kezelni a kettőt, például, hogyha egy induction smelter kimondottan arra van, hogy üveget égessünk ki, akkor, akkor ugye mind a kettőbe mehet szent. Ebben az esetben átállítjuk öm, kékre. Na, ott is van, látjátok, a felső rész az kékre változott, így a kék oldalról jövő cucc bármelyik oldalra belemehet, amelyiket ő jónak látja. Na már most, ezután, hogyha ez megvan, ja igen, áramot kéne neki adni. Ha ez megvan, akkor szépen elkezdi kiégetni az anyagot. Egyrészt fogunk kapni öm, két darab ércet, és 5% eséllyel, például az Iron Ore esetében, REACH-sleget. Ja, az más kérdés. igen. Öm, á, itt a gold. Itt például 10% eséllyel kapunk, ugye mindegyiknek megvan a saját kis tulajdonsága, hogy, hogy mi hogy merre. Na már most, ugye látjátok, hogyha két darab dásztot égetünk ki, akkor két darab áiknot lesz belőle, tehát nagyon jó a, a pulverizer kiegészítésének, ugyanis, hogyha dáztokat égetünk ki ezzel a módszerrel, ugye szendünk viszont lesz 25% eséllyel szlegünk, slag. Megy, tudom én, hogy eltsük ki. Szóval lesz ebből ilyen bacak, és ebből a vacakból, ugye egy darabból lehet csinálni egy darab light grey rock volt. Azt hiszem más nem, is, más nem is lehet csinálni. Light grey rock wool pedig azért nagyon jó dolog, mert tökéletesen megegyezik a sima wool viszont úgy lehet kezelni, mint egy követ. És nagyon nagy érdekesség, hogy ugye a, a woolok azok olyanok, hogy egy darab wool, egy darab színező anyag lesz belőle egy darab színes wool, ennél nem. Itt egy darab színezőanyag, 8 darab, 8 darab rockwool, és lesz belőle 8 darab akármilyen színű rockwool, ugye bármelyik a 16 közül, és bármelyiket bármelyikét gyönyörű szépen át lehet alakítani, nem csak a szürkéből lehet csinálni feketét. A feketéből is ugyanúgy lehet csinálni vöröset például. Ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik, hogy ugye az előbb mutattam, hogy kisebb eséllyel, de hogyha érceket közvetlenül kiégetünk ezzel a módszerrel, lesz ilyen rich slegünk. Na már most, hogyha szent helyet használunk rich slaget, és úgy égetjük ki a ort, az ércet, akkor három darab lesz belőle, tehát nem duplázunk, hanem háromszorozunk, és emellett ugye a rich slegünkből 75%-es lesz slag, hogyha nem jön be, akkor semmink nem lesz belőle, és nagyjából ennyi az érdekessége ezeknek az kiégetéses módszereknek, és itt láthatjátok a másik nagyon fontos dolgot ebben a szerkezetben, ugyanis, hogyha a szend vagy rislek helyett teszünk bele Obsidian és emellett ez ugye két Obsidian dust kell, és emellé teszünk vagy egy darab lead ignotot bármelyik típusú lead ignotot vagy ö, egy darab lead dustot dust is ugyanúgy használhatom, most nem is tudom, hol van az a, az a recept. Á, itt vannak a dust megoldások. Mindegyik esetben kapunk kettő darab hardened glass Ugye, már nem is emlékszem, hogy melyik videóban, de valahol volt róla szó, hogy hardened glass kellett valami kraftoláshoz talán. E, igen, ez majd a, a második vagy harmadik videóban benne lesz ez a portable tankos megoldás is. Á, igen, a Gregtekhez tudtuk használni, Vákum Na már most öö, körülbelül ennyi az indukciós smelter, ha minden igaz. Igen, igen, nagyjából ennyi. És akkor az utolsó mai gépünk, ez nem más, mint a szómél. Szómél előállítása. Hoppá! Na jó. Akkor így mutatom. Szómél előállítása egy darab vas nem csákány, minek hívják? Felszel, felszel az! És egy darab machine frame, egy darab restore reception coil, kettő darab bármilyen deszk, ugye láthatjátok, hogy már azt hiszem ezek a forestris deszkák, amik már bele vannak építve, hogy ezeket is tudja használni, valamint két copper ignot. Így kapunk egy sima szómélet, amivel hogyha belenézzünk, akkor tökéletesen ugyanúgy néz ki, mint egy Alanature pulverizer, egy darab kék bemeneti slot egy darab vörös elsődleges kimeneti slot, egy darab sárga másodlagos kimeneti slot. Természetesen itt is él a narancs-sárga megoldás, ami egyként kezeli mind a két kimeneti slotunkat. És ugye egy 2400 mi és tárolókapacitás, valamint 2 mi per tikkes maximális energia felhasználása gyors munkához. Nézzük a receptjeit. Az egyik nagyon fontos dolog ebben a receptben, hogy a sima fatörzet, ugye, hogyha kraftolás útján akarunk deszkát csinálni belőle, akkor lesz négy darab deszkánk és csókolom. A szómélben, ezt ugye a, a, a gregtekes verzióban már mutattam talán, viszont ez azért jobb ez a szómél, mert sokkal olcsóbb. Ha ha, 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 Mondjuk, hogyha elmét nem akarunk használni semmilyen géphez, akkor szivacs. Mondjuk akkor ez egész mod szivacs, tehát tehát körülbelül ennyi. Öhm, azt hiszem most robbant fel a... igen, az első Combustion Engine. Na mindegy, legalább már bemutattam az a lényeg. Öhm, hol is tartottam? Ja igen, itt ugye nem négy darab deszka lesz belőle, hanem hat darab deszka, és mindenképpen kapunk egy darab szódásztot. Ez az egyik, van másik típusú, típusú szódászt is, erre majd mindjárt kitérek. Öhm, szódászt mire jó? Ugye a deszkát tudjuk. A fűrészpor pedig arra jó, hogy tudunk ilyen kompresszett szódást tud csinálni belőle, vagy lehet négy darab tini pile of wood palpat. Nézzük először a kompresszett szódesztot. Ebből tudunk faszenet csinálni közvetlenül, és azt hiszem körülbelül ennyi is, igen, körülbelül ennyi is ez a téma. A másik pedig, hogyha... Hol is volt? Itt volt. Tini pile of wood pulpot készítünk belőle. Azt ugye tiniből mindig négyet össze tudunk kraftolni egy nagyjá. És ezután a wood pápot át tudjuk kompresszálni 8 darab pápot egy darab wood plate és ez a wood plate, ez tökéletesen ugyanúgy használható, mint egy sima deszka. Csináltunk belőle papírt, kartont, és hol is van? Ja nem, azt a... Ezért lehet, lehetett még a porból. Uh, itt van. Tehát lehet láda belőle, lehet csákány, lehet jackbox, lehet tábla, lehet bármi belőle, ugye visszaalakítható woodpulpa és akár, és sima deszkából is csinálhatunk egyébként pápot, aminek fogalmam sincs, hogy mi értelme van igazából, de megvan ez a lehetőség is. Emellett vannak olyan receptek, amik gyárilag ezt a woodpapot fogják nekünk adni, mindjárt keresek gyorsan egyet. Á, itt is van. Például a kroppot, hogyha ledaráljuk, woodpap belőle, vagy a sticket, akkor tini pile of lesz. Szóval értitek. Emellett itt van a rubber például, ugye nem szeretnénk mondjuk extraktort felhasználni erre, egyszerűen beledobjuk a szómélbe, és 33% esélye lesz belőle sticky resin. És igazából amennyit ki lehet ebből a rubber termelni, pláne ebből, mert ez ugye ez ilyen 3x3 vastag fa, van bőven, tehát lényegtelen az a 33%, Ugye ki lehet nyerni egyes itemekből a előállítási költséget, például a jackbox az ugye 8 deszkából és egy diából áll, és ez így visszaalakítható, például, vannak ilyen érdekességek. Érdekes, érdekes nem érdekes, hanem érdemes végignézni a recepteket, nagyon fontos, a 130. oldaltól a 145. oldalig semmit ne nyissatok meg, ugyanis a következő fog történni. Lehet, hogy nem is a 145-ig, de hogyha én most itt fogom, és nem, azt majd mindjárt megmutatom, Ja nem, ez már meg Oké, akkor, akkor mutathatom igazából. 145-ös oldal, 144-es oldal, és a 143-as old, oldalt már nem nyitja meg, ugye látjátok, szépen kidobott. És mindjárt meg is kapjuk az üzenetet, hogy lefagyott a jáva. Ö, szóval szómél 130-tól a 143. oldalig ne sátok meg, mert ez lesz az eredménye. Ö, körülbelül akkor ennyi is fért bele a mai műsorba, holnap innen folytatjuk a kevésbé fontos, de mégis nagyon lényeges gépek.